Sokoldalú kultúrember, úgynevezett Literary Gentleman látogatott Csíkszeredába a könyvtári napok keretében. Nádasdy Ádám állt a kultúra szerető közönség elé, akivel Szegő János irodalomkritikus moderálásával beszélgettek a csíkiak. A küszöböt rágtam, sőt, egyik éjjel fölébredtem 5-kor, téli sötét volt még, hogy hol lehet. Fölhívni nem volt szabad, de különben is, szombat reggel 5-kor. Először hallhatta a csíkszeredai irodalomkedvelő közönség Nádasdy Ádám Shakespeare fordítását a szerző előadásában. Ez azért is különös alkalom, mert amellett, hogy neki köszönhetjük a nagy angol drámaíró kortárs jelenlétét, halk radikalizmussal építkező lírája napjaink magyar költészetének egyik legfontosabb vonulata. Angolból diplomáztam Budapesten az Eötvös Loránd Egyetemen. Angol tanár lettem, az a nyelv, amit a legjobban tudok, hát a mindennapi életben a magyaron kívül. A műfordítás tulajdonképpen véletlenül érkezett. Gotthárd Péter, a híres rendező kért föl sok évvel ezelőtt, hogy Shakespeare Szent Ivánéi Álom című darabjából csináljak új fordítást, és én ezt örömmel vállaltam, megcsináltam is, hát bizonyos sikeres lett, és feltűnést keltett, és akkor attól kezdve jöttek a megbízások. A közönség találkozót Nádasdy a családi életével kezdte, mesélt a szüleiről, nagyszüleiről, a gyerekkoráról. De megtudhattuk azt is, hogy milyen élményei, nehézségei voltak a kezdeti műfordítások során. A szervezők azt mondják, fontosak a kortárs szerzőkkel való találkozások. Fontosnak tartom, hogy adjunk lehetőséget ahhoz, hogy megismerjék, illetve népszerűsítsük is. Ismerté tegyük a kortárs művészeket, műfordítókat, írókat. Ennek reményében bízom benne, hogy több ilyen alkalmat fogunk tudni összehozni. A Nádasdy est során a közönség szerteágazó témákról beszélgethetett a szerzővel, legyen szó öltözködési szokásokról, operáról, vonatokról, Dantéról, Shakespeare-ről vagy az Ikesigékről.